elmondtam. Világlátó testvéremet hadd mutassam be, Illis kutató és a pálosokról készült filmnek az egyik résztvevője és szerkesztője. Sokáig Illisben is, korábban már, aki ismeri, voltunk vele szenthelyeket, ő bemutatta nekünk a szenthelyeket, a pálos pálosok által felszentelt szenthelyeket, ahol elvitt bennünket, tehát akár, ha úgy gondoljuk, majd egyszer nyáron, nem tudom én, összejövünk, akkor meghívjuk ugyanúgy egy ilyen vezetésre segítségül, és most viszont akkor kérnek szépen, hogy a vezetést tanítani. Köszönöm szépen. Most még magadról, hogy tanítasz egyetemen. Negyedik éve tanítok most már a Kőrösi Kóla Egyetemen, rengeteg előadást tartok, egyéb helyeken megfordulok mindenhol, ahova hívnak, szívesen jövök. Itt már legalább hatodik alkalommal vagyok. Nem számolom össze, vagy kérdés. Én számoltam, annyi biztos. Körülbelül mindig szívesen jöttem ide, szeretlek benneteket, sajátosan előszakot. Na, a mai előadáson Kita Amazon királynőkről fogok beszélni. Azért is érdekes ez a témakör, mert mostanában a női energiák mind a közéletben, mind pedig egyéb szinteken is jelen vannak, és egyre inkább fontos, hogy megismerjük, hogy mik is ezek a női energiák. Hát az Amazon királynőkről általánosságban is fogok beszélni, ezen belül pedig a Skita amazonságot választottam ki, mert ez vonatkozik rá. Tehát a Skita ősnépekről annyit érdemes tudni, hogy onnan származunk. Elnézést kérek a poénkodást, mert néha fogok inkább értelődni, mert hogy komolyan támadjuk bárkit. Tehát ez az egész kínlogor elmélet, ezt tudjuk, hogy most már egész jó szinten vagyunk ezzel a témával, hogy országvilág előtt kinyilvánítottuk, hogy mi nem érezzük magunkat kínlogoroknak. Tudjuk azt, hogy a Tudományos Akadémiára Bécsből erőltették rá. Ráadásul ez az a Tudományos Akadémia, amit Széchenyi István magyar ember alapított. Ugyanúgy nem vagyunk sinnugorok, ahogy például Vajontól sem származunk. Tehát bizonyára ismerős számotokra az a, vagy számunkra az a vicc vagy poén kis kerettörténet, hogy a Pistika sírva megy haza az iskolából, és az édesapja várja a kapuba, hogy édesfia, mi történt veled? Hát a tanító bácsi csúnyát mondott, és azért pityerjük, azért sírok, mert megsértett ezzel, és kérdezi az édesapja a Pistikét, hogy mit mondott a tanító bácsi, és azt mondta, hogy az ember a majomtól számadik. Hát Pistik elmiatt, akkor holnap reggel bemegyek fel az iskolában. Kedves édesapa bemegy az iskolába, megkeresi a tanító bácsi, biológia tanár, és kérdezi, hogy maga mondta azt, hogy az ember a majomtól származik? Hát igen, ezt én így tanítik az iskolába, és mondta, hogy nézd, ez itt a Pistik, ez az én fiam. Maga lehet, hogy a majomtól származik, Pistikének én vagyok az apja. Ezzel a két a dologgal is úgy vagyunk, hogy úgy tűnhet nekünk mostanában, hogy nekünk meg kell magyaráznunk, hogy mi tulajdonképpen szkíták vagyunk, nem finnugorok. Egyébként ezt a finnugorok sem mondják. Ők nagyon szeretik a magyarokat, én beszéltem olyanokkal, akik éltek itt Finnországban, stb. Nagyon szeretik a magyarokat, de ők inkább elhatárolódnak. Nem is tanították soha. Nem is tanították soha. Na, tehát meg szeretnénk keresni a saját gyökereinket, mert hogyha női energiák ilyen szinten működnek, lépnek erőtérbe és egyre inkább a közéletbe is jelentkeznek, akkor ennek én úgy gondoltam jó pár évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, hogy akkor kell lennünk valamiféle magyar előzményének is, és a Skita ősnépeknek a történetét kezdtem el vizsgálni egészen az ókorig, amíg írott meg képi források rendelkezésünk állnak, és elég sokat találtak, mégpedig görög forrásokból, ugyanis a Skita ősi írásot tudjuk, hogy valószínű vagy a magyar rovás írás volt. Most ezekben én nem vagyok szakértő, csak valamilyen irányba próbálom felvázolni azt, hogy milyen területen lehet tájékozódni, vagy lehetne még találni dolgokat. Azt is tudjuk, hogy ha mondjuk például az a rovás írás volt, a Skita ősi írás, amit most például székely rovás írásként elterjedt, már Kárpát-medencében, akkor sajnos még nem kerültek elő azok az írásbeli anyagok vagy dokumentumok, amikkel mondjuk mi is gazdagodhatnánk. Ilyen dokumentum gyűjtemény például az Arnis Urák, amit érdemes azért elolvasni, nem tudom mennyire közismert, érdemes beleolvasni. Sokan ennek az eredetét vitatják, de én magam is ismerem, azokat a szerzőket is ismertem, illetve nem csak szerzőket, akik próbálták ezeket közreadni, ezeket a különböző töredékeket, mert az Arnis Urák a töredékeknek a gyűjteménye.
És én azt találtam, hogy nagyon sok olyan esemény van leírva, amit én máshol nem találtam meg. Na, tehát mivel nem állnak rendelkezésünkre például a tiltalmazó királynőkről olyan mennyiségben írott anyagok, vagy töredékekben legalábbis, ezért a görög forrásokhoz fordultam, ugyanis az időszámítás előtti 7. században élt Hérodotosz tollából rengeteg történeti esemény van leírva. Onnantól számítjuk az írott történelmet, illetve az előtte levő évszázadokban, nagyjából az időszámításunk utáni 8. században élt Homérosz, aki költő volt, és hát nyilván amit lejegyzett azok az eposzok, azok nem a saját gyűjtései voltak, hanem valószínűleg szóbeli hagyományt rögzített Homérosz. Tehát inkább egy olyan szerkesztőnek mondhatjuk, aki az előtte lejátszódott több száz vagy több ezer évnek az eseményeit lejegyezte, és ezek fennmaradtak. Ez az egyik forrásunk, a másik forrásunk az a régészeti anyagok, például ezen a képen látható Szarmata hadi jelvény, ez egy úgy tűnik, hogy eredeti, sőt nem úgy tűnik, hanem egy régészek által feltárt, ez Kita sírlelet alapján rekonstruált zászló, nemzetség zászló. Pár évvel ezelőtt tartottam itt előadást a Szarmatákról, tehát ez egy sárkányfejű zászló, egyébként ez Kita kincseknek a budapesti kiállításában, Emberek Arrondat című kiállításon szerepelt ez a kép. Én megvan őszint, még nagyon keveset láttam kiállítva ezekből a hadi jelvényekből, pedig magyar régészektől tudom, hogy rengeteg kerül elő Magyarországon. Tehát vannak régészeti tárgyi bizonyítékaink is ezzel az üggyel kapcsolatban. Másrészt pedig például a magyar krónikáknak az írottbeli anyagában rengeteg utalás van Amazon királynőkre, illetve a későbbi történelemből, ami a krónikás irodalom után történt, lejátszódott, egyéb elég sok lejegyzésben, és ezekből is fogok példákat hozni. Törekedtem arra, hogy a magyar történelemből válogassak olyan harcos nőket, viszont az Amazon kifejezéset jelenti konkrétan, egy harcos nő. Lehet egy külföldi is, de az csak azért, mert abban az időszakban épp úgy tűnik, hogy szünetelt az Amazonok jelenléte van, vagy szereplése. Tehát annyit elárultam már az Amazonokról, hogy harcos nőt jelent maga ez a kifejezés. Egyébként görög kifejezésről van szó, ami fosztóképzős alap. Tehát maga a medzon szó az közepet jelent, és általában, hogyha ezt egy emberi leírásra alkalmazok, akkor a közepet jelenti, magyarul a nőknél, hölgyeknél ez a mell, a kebleknek a része, és ez elé tett a görög nyelv egy a betűt, ami fosztóképző, tehát valahogy úgy hangzan ennek a szónak, hogy Amazon, tehát DZ-vel, most nem hoztam be írótáblát, ne bonyolítsuk csak itt az életünket, de ha azt mondom, hogy a zenei életben, például aki tanult zeneelméletet, vagy kórusba járt énekelni, ott is van szoprán, mezzo és alt szóla. Tehát a mezzo az a közepet jelenti általában, de most ez elé, amikor a görög tesz egy abetűt, az fosztóképző. Tehát amikor Amazonokról beszélünk, ugye magyarra úgy fordítottuk, hogy fordítom én is legszívesebben, hogy harcos nő. Azonban itt arról van szó, hogy olyan harcos nőkről van szó, akik nyilván a harc idejére felfüggesztik az anyai tevékenységüket, a női tevékenységüket, a papnői tevékenységüket, és kényszerűségben én legalábbis úgy látom a két Amazon királynőknél, hogy ha a szükség úgy hozza, akkor képesek voltak fegyvert ragadni, és képesek voltak harcolni. Jó, tehát róluk lesz szó. Ez egy olyan térkép, hát ez is alátámasztja ezt a bizonyos finnugor elméletnek a miben nézét. Rengeteg ilyen térképen van, tehát itt látszik, ahol 1750-ből származik ez a térkép. Kita birodalmat írja le, tudjuk, hogy a Kita népeknek az elhelyezkedés az a Kárpát-medencétől, tehát egy olyan sáv az Eurázsiai kontinensen, ami kínai határvidéken túl egészen Japánig húzódik. Tehát erről egy régi japán hagyomány úgy szól, hogy van egy ezüst nyíl, ami Japánból indul ki és egész a Kárpát-medencét tart. Ugye ez a szellemi látók számára látható energiaáramlás, és ezen belül élnek azok a lovas nomád népek, akiket összefoglaló gyűjtő néven már az ókorban is úgy neveztek, például Hérodotosz, akit előbb idéztem már, görög történetírásnak a megalapítója vagy atya, tehát ő kítáknak nevezi ezeket a népeket,
Említettem, hogy ez egy gyűjtőfogalom, különböző térben és időben egymásra rétegződő lovas-nomád népekről vagy népességekről van szó, és ezeknek az egyik megjelenése például a szarmatáknak a megjelenése. Nagyon érdekes, hogy két szarmáciában tudunk, tehát ez is latin kifejezés, szarmatákból készedik a szarmácia kifejezés latinul. Tehát itt látható az egyik szarmácia, egyébként ott fent látható az Orgazid Scythia terület megjelölés is. A másik szarmácia az a Kárpát-medencében volt, ugye egy Dácia látható éppen. Emellett volt található az a bizonyos szarmácia, amiről itt szólt az előadás pár évvel ezelőtt. Azért hoztam ezt a térképet magammal, hogy lássuk azt, hogy a bécsi gyarmatosítás előtt ez senkinek nem volt probléma, egyáltalán fel se vetődött azt, hogy mi hiszen vagyunk-e vagy nem. Tehát ez körülbelül olyan lehetett abban az időben, még Mátyás fénykorában is, meg utána az elkövetkezendő török megszállás idején is, annyira magától értetődő volt. Tehát most mondok megint egy másik példát, hogy ha valaki mondjuk egy riportait, a kedves kollégánk is, aki épp a kamerát kezeli, mondjuk egy mikrofonnal oda menne a tengerbe, és oda menne a halakhoz, és megkérdezné tőlük, hogy ne haragudjatok, milyen a víz, akkor szerintem a halak kiröhögnek. Tehát mondjuk azt kérdezne a riporter, hogy ne haragudjatok, nedves a víz? Szerintem minden hal kiröhögnek. Ugye? Vagy megkérdezné tőlük, hogy ne haragudjatok, hogy vesztek levegőt? Szerintem ez emiatt is kiröhögnek. Tehát ez az időszak, amelyik időszakban ezek a térképek fennmaradtak, itt még teljesen egyértelmű és magától értetődő volt minden Magyarországon élő népnek, nemzetnek, a Kárpát-medencén élő ősi szkita, hun-magyar folyamatosságú királyságban, hogy mi szkiták vagyunk. Hiszen erről tudósítanak a magyar krónikák, tehát a képes krónika sorozat, ami minden időszakban, amikor magyar királyok uralkodnak, úgymond újraírták, az előzményeket belemásolták, és például Mátyás idejében, ami az ő uralkodása idején történt, azt hozzátoldották, de az előzményeket teljes mértékben átvették, és ezek az előzmények minden esetben arról tudósítanak bennünket, hogy a magyar királyság az Nimród királytól származik. Ő volt a vízözön utáni első király egyáltalán a földkerekén, és ennek a királyság... Ezt pedig az államsúlyozni. Próbálom. Az első, hogyan a világkirályság, így van, igen. A Nimrodé volt. Tehát a vízözön utáni egyáltalán, amikor az emberiség újjá születik, akkor lett egy király, aki az első király volt, hogy az égen is látható, ez a bizonyos Nimród csillagkép, és tőle származtatta magát például Attila királyunk, akinek a címei között az szerepel, és nagyon fontos kiemelni ezt is, aláhúznám, hogy a táblára írnék, hogy a magyar krónikák azok úgy írják, hogy Attila az magyar király volt. Magyarul ő volt az első magyar király. Én tisztelem, becsülöm Szent István király, valóban ő volt az európai államalapító uralkodónk, de ezt valahogy az állami ünnepségeken vagy nem tudják, vagy szégyelik, vagy nem merik elmondani. Nem akarják. Nem szabad. Nem szabad? Én elhatárolom magam. Nekem szabad, mert én beszélek róla. Tehát ezek a krónikák rendre beszámolnak például harcos nőkről is. Majd hozok mindegyikre egy-két példát. Tehát olyan amazon történeteket fogok most mai alkalommal felsorolni, amikről nagyon sok bizonyítékunk van. Mint tárgyi, tehát említettem végészeti bizonyíték, mint területi bizonyíték, tehát hogy hol éltek ezek, megvannak a pontos térképeink, és megvannak azok a leírások is, amik egybevágóak, sőt a legutóbbi időben, amikor amióta a modern régészet, és ez alatt értem azt, hogy például a cári Oroszország idején már rengeteg, tudjuk azt, hogy a cári Oroszország területén vannak ezek az ősi szkíta sírhelyek, ezek a kurgánok, ezek a halomsírok, amiket annak idején már azért sajnos elég komolyan fosztogattak. Tehát az egyik cár hozott egy olyan rendeletet, például, hogy ha valaki a piacra nem beolvasztott aranyat visz, hanem eredeti régészeti tárgyat, azért mondjuk 15-szor annyi pénzt kap. Tehát ugye ezek a rablók, ezek előszeretettel, most nem feltétlenül mondom, hogy szándékos rablás volt, de hát egy sírt meggyalázni, hogy mindenképpen becstelenség. Tehát előfordult az, hogy spontán találtak tárgyakat, és ezeket beolvasztották aranyrögdé, vagy nem tudom mivé, és akkor úgy vitték ki a piacra. Ez a
orosz tárnak a fülébe jutott, és aztán kiküldött katonatiszteket, még nem voltak képzett régészek, akik felkészültek lettek volna, és akkor látták azt, hogy rengeteg ilyen halom sír van, amit nagyon sokszor megbolygatnak, kirabolnak, stb. Stb. Tehát ez volt a tári Oroszország ideje. Tudjuk, hogy a Szovjetunió idején nagy hírzárat volt ezekről a területekről, azonban a 90-es évek után, ahogy itt elindult ez a bizonyosságra engedés, és itt a tudományos élet is mondjuk olyan szintre jutott, hogy ezekben a kutatásokban, az két a kutatásokban már bevontak amerikai tudósokat, műholdas felderítést, tehát a legújabb műszereket és egyéb berendezéseket, egységeket. Innentől kezdve megint folyik ezeknek a két a ősöknek a kutatása. Erről szólt például az a kiállítás sorozat is, ami kicsit el van hallgatva, tehát az Emberek Aranyban című kiállítás, ami Budapesten szerepel, ha jól tudom, most valahol köszönöm szépen. Ja, akkor jó helyen vagyunk, jó helyen beszélünk. Tehát hoztam is egy képet az aranyemberről. Igen. Tehát hoztam egy másik képet is, ami például nagyon érdekes, mert egy volt ismerő, illetve egy ismerősöm hívta rá a figyelmet, hogy 2004-ben a National Geographic az közölt egy nagyon szép képsorozatot egy ilyen ásatásról, ahol egy szifa házas pár látható. Tehát ott is a női női személlyel fogok foglalkozni, mert talpig aranypálcélban van, teljes harci fegyverzete. Na, tehát úgy készültem erre az előadásra, hogy eléggé meg van alapozva. Hát igen, ez például az Emberek Aranyban című kiállításnak a egyik rekonstruált formája, alakja. Tehát így találták meg a halomsírnak a mélyén, és én beszéltem személyesen a tudóssal is, illetve hát könyvekben még mielőtt a kiállítás ide ért volna, hiszen ez Kazahsztánban már készen volt, már olvastam szakirodalmat, és maga a tudós, aki feltárta, illetve foglalkozott vele, nem tudja egyértelműen megmondani, én nem értek se a biológiához, se az antropológiához, de nem tudják egyértelműen megállapítani, hogy egy férfi vagy női harcosnak a maradványa. A tudós, aki feltárta, ő hajlik arra, hogy ez egy női harcos volt. Nem néz ki. Tehát főleg a fejdíszéből következtetnek rá, mint egy tulipános, madaras ornamentika látható, vagy díszítmény látható, és hát ő például az egyik ilyen megjelenítése. A következő az egy görög ábrázolás, és nagyon érdekes, mert mindjárt mutatok egy következő képet, és onnan visszajövünk erre. Tehát ez egy olyan térkép, amit az általam már többször említett és idézett, illetve nem szó szerint idézett Hérodotosz leírásai alapján készült térkép, tehát ez egy rekonstruált térkép. Az akkori világképről, az ókori világképről nagyjából, ahogy az időszámítás előtti 6. században látták. Tehát itt van ez a bizonyos sáv, ez a terület, tehát nagyjából, ahogy az Európa felirat van, egyébként nagyon érdekes, hogy Európa az nem nálunk ér véget. Rólunk úgy beszélnek, hogy Kelet-Európa, aztán hogy utána nincs semmi. Még a földrajzi térképeken is ez a terület úgy van jelölve, egészen az Ural folyó, vagy az Ural hegységi, hogy kelet-európai síkság. Magyarul Európának itt van vége, és mindenben Ázsia kezdődik. Tehát ezen a térképen gyönyörűen fel van rajzolva ez a bizonyos kita harcos, amit aki fogott már kezébe írt, az tudja, hogy ez miről szól ez a mozdulat, ez a jelenet. Ugye, tehát ha valaki egy ilyat próbál felírni, akkor még mai napig úgy gondolom, hogy ez a legegyszerűbb mozdulat. Körülbelül ez a tényleg térszerű mozdulat. Tehát maga Hérodot az azért fontos számunkra, mert a görögök abban az időben kezdtek el terjeszkedni. Tehát olyan szinten terjeszkedtek, hogy ugye látjuk, hogy ez egy nem teljesen pontos térkép, de nagyjából felismerhető, ez itt a Fekete-tenger. És a Fekete-tengernek az északi részén élnek a mészkita őseink, különböző területeket. És azért ilyen termékeny ez a sáv, ez a szíta sáv, mert északról délre folyó, ugye általában a Fekete-tengerbe belefolyó nagy folyó folyamok öntözik folyamatosan ezeket a területeket. Ezek általában sík területek, illetve kevésbé vannak arra felé magas hegyek, és ezek a folyók ezek öntözik az ott lévő síkságokat, az ott lévő síkságokon rengeteg fű nő, amikor nagy a vízforgalom, és ezeken a
síkságokon, ahol rengeteg fűnő, ott lehet legeltető állattartás életmódot folytatni. Tehát mai napig is a kedves ismerőseim beszámolóiból óriási számba élnek ott lótartó népek, például a kazakok. Tehát, és ahol nyilván az állatok megsokasodtak, megszaporodtak, ott az emberek is megsokasodtak, az kíta emberek is, és a képes krónikának például a magyarság őstörténeti részére a foglalkozó része, amikor arról beszél, hogy ott a hunor és magyar hogyan indul el vadászni, mert kinőtték az otthoni családi kör, hogyan keresnek maguknak új életterületet. Ott is ugye az van, hogy vándorolnak a csodaszarvas nyomán, és egyszerűen arról van, hogy folyamatosan új területekre van szükség, mert ahogy az állatvilág is megsokasodik, megszaporodik, tehát a képes krónika ezt a szófordulatot használja, hogy olyan szinten megsokasodtak, hogy a Föld nem bírt őket eltartani. Tehát ez olyan, mint amikor az állatvilágban is látjuk azt, hogy egy fészekbe, amikor kikelnek a kis madárkák, és már tudnak repülni, meg csipogni, meg magukat élelmel ellátni, akkor a szülők azok szépen eltávolítják az újakat, az utódokat, hogy menjenek, keresenek magunknak új életterületet. Azt hiszem, ez így normális. Szerintem ez így van a macskáknál, a nyusziknál, a legtöbb állatnál. Hogy amikor a alomba már ugye túl vannak azon az időszakon, hogy kinyílt a csipájuk a nyusziknak, macskáknak, rókáknak, akkor a szülők, amikor már feltáplálták őket, akkor megkérik őket arra, hogy keresenek maguknak új állat, vagyis új életterületet. Hát így történt ez a szkíta népeknél is, és ennek a folyamatos túlnépesedésnek, ami hullámokban történt, volt egy irány, egy gondolási iránya, ez a lapnak a járási iránya, tehát keletről, látjuk a irány kisépen, tehát keletről nyugati irányba vándoroltak általában, és ezeknek a vándorlásoknak a végállomása az rendre a Kárpát-medence volt, és a Kárpát-medencébe szépen láthatjuk azokat a különböző népeket, akik egymás után érkezve itt lefele fettek és hazára találtak. Ezt csak azért mondtam el, hogy ugye a szkíta népekkel képbe legyünk, tisztában legyünk, és visszatérek ahhoz az időszakhoz, időszámítás előtti 6. században, amikor a görögök elkezdenek terjeszkedni, és a Fekete-tengernek az északi partvidékén, itt ezen a területen nagyjából mutatom, úgynevezett kereskedő városokat hoznak létre. Most elmondom csúnyán, gyarmatvárosokat. Tehát nyilván egy terjeszkedés az gyarmatosítás. A két határterületeken bázisokat hoztak létre a görögök, és ezekben a kereskedő városokban rendre megfordult Hérodotosz, és kereskedőként ellátogatott a szkíta területekre. Tehát személyes tapasztalatait írja le akkor, amikor a szkítákról beszél. Tehát elég megbízható forrás számunkra Hérodotosz. Akkor most visszamegyek az első oldalon történetünkhöz. És maradok ennél a térképnél, mert arról szól, tehát itt a térképen mutatom, és ha még így első rádét és a furcsa ez a térkép, tudom, hogy szokatlan. Részben azért, mert nem nagyon mutogat, nem nagyon dicsekednek ezekkel a térképekkel, de hát van ilyen térképünk. Tehát ez is a Fekete-tenger, és ennek a Fekete-tengernek az északi partvidékén található az a terület, ahol játszódik az első Amazon történetünk, ami arról szól, hogy a görög hajósok megtámadnak jó néhány két a település. Elmondom azt is, hogy a férfiak harcban álltak, tehát nem voltak otthon. Ugye el tudom képzelni egy ilyen gyarmatosító hadművelet, a partra szállnak ott a fegyveresek, és szépen elkezdenek mindenkit. Ugye tudjuk, hogy a csecsemőket megölik, az öregeket megölik, a fiatal hölgyekkel pedig úgy bánnak, ahogy általában a harcosok szoktak. Tehát vagy akaratuk ellenére magukét veszik, bocsánat, magyarul mondom, megerőszakolják, és utána megölik, vagy hadifogolynak elviszik, azért, hogy másoknak is üsszon belőle. Bocsánat, ez a férfi természetnek egy negatív oldala. Tehát itt is ez történt, elég sok nőt foglyul ejtenek ezek a kítak, vagyis bocsánat, görög kalózok, hagyd nevezem őket a nevükön. Tehát lehet őket szépen is mondani, hogy ezek ilyen konfiszkátorok. Ugye hasonló esemény sorozatok zajlottak Amerika felfedezése után. Ugye nem tudták, hogy Amerikában járnak, de látták, hogy ott nagyjából végtelenül békés emberek élnek.
Tehát három hajóra pakolták fel ezeket a szkíta nőket, foglyokat, azonban ezek a szkíta nők egy bizonyos idő után kiszabadítják saját magukat, a matrózokat nyilván bedobálják a tengerbe, vagy más módon megakadályozzák őket abban, hogy tovább fogva tartsák őket, majd, és ez a Hérodotosz leírásából származik, a szél irányának kiszolgáltatva egyszer csak kikötnek valahol. Nem nagyon tudják, hogy hol kötöttek ki, ugye ezek a nők ezek nem járatosak a hajózásban. Azonban, ami számunkra mentőnek tűnt, hogy a partvidéken legelőször lovakat láttak, vagy találtak. Hát nem kellett tovább biztatni ezeket a szkíta hölgyeket. Oda mentek. Nem szkíták volt, nem szkíták. Szkíta nőkről van szó. De legyen. Akkor még nem harcos nők, ugye? Még nem harcos nők, de nem hiszi, akkor a szkíta várjuk pomázolva. Ez itt a reklám helye. A Majdán fennsíkon a Magyar Várban, én nem tudom pontos időpontot, de fent lesz a neten, hogy mikor lesz a következő lovas maján is. Ha valaki szeretne gyönyörködni lovas hölgyekbe, hát ott van belőlük jó néhány. Gyönyörű szép viseletben, és hát ott mondjuk, ha az ember leül egy üveg bor, vagy egy üveg sör mellé, és ott végignézi őket, hát akkor megjön a véletkedve. Férfiaknak ajánlom, hölgyeknek pedig ki lehet próbálni. Na, tehát hogy a szkíta nők általában tudtak lovagolni, hiszen olyan környezetben lőttek. Tehát ezeket az ott talált lovakat szépen megfogták, nem nagyon kellett őket zargatni, hát ismerjük a történetet, tehát ha valaki ért a lovak nyelvén, akkor lovak nem menekülnek el tőle. Ezek a hölgyek szépen felültek ezekre a lovakra, és ott próbáltak rajtuk nyilván nyarba látni, életben maradni, tehát mint hajót töröttek, vagy mint partra vetett idegenek. És amikor az ott élő őslakosok, ősnép ezt észrevette, hát harcba hívták a saját népüket, nemzetségüket, és megtámadták ezeket a partra vetett hölgyeket. Egy elég vérengző csata alakult ki, és este, amikor leszállt az este, akkor jött el annak az ideje, hogy a elesetteket, meg a sebesülteket, a halottakat számba vegyék, és az ott lakó, ott élő harcosok akkor döbbentek rá, hogy egy az egyben ezek a partra vetett menekültek, ezek nők voltak. Most ekkor nagyon érdekes dolog történik, ami normális számunkra, de mindenképpen példaértékű, hogy összehívják a haditanácsot, összehívják a népnek a véneit, megnézik mindannyian ezeket a nőket, akik kétségtelen gyönyörűek voltak. Tehát ez most nem a reklám helye, de a szkíta nők azok mindig gyönyörűek voltak. És a haditanács úgy határoz, hogy többet ezeket a nőket nem támadják meg. Hát a szkíták már nem szokásos, hogy nőket megtámadjanak, az, hogy megöljük őket, hanem azt a bölcs döntést hozza a vének tanácsa, hogy másnap majd a fiatalokat küldik oda a közelükbe ezeknek a hölgyeknek. Már ez már egy életszerű történet. A fiatal fiúk általában, vagy fiatal harcosok meg is látogatják ezeket a hölgyeket. Most nem esetelem azt, hogy ilyenkor tavasz idején mi szokott zajlani a fiataloknál. Mindenképpen összebarátkoznak, összemelegednek egy kicsit. Nyilván a beszélt nyelvük sem volt annyira idegen egymástól, meg nem tudtak lovagolni, tehát szerintem hamar szót értettek lovon meg máshol is, a természet hívó szavára, és előbb-utóbb házasságok jöttek létre, és amikor már ezekből a házasságból gyerekek is születtek, akkor született az a döntés ebből az új nemzetségből, ebből az új populációból, hogy az öregeknek meghagyják nagyjából ezt a részt, ahol hajótörésnél partra veszik őket, és ezek a fiatal családok ezek átköltöznek a Tanais folyón túlra, és tulajdonképpen ők a szarmaták. Tehát egy ilyen hajótörésből származó szkíta nőkből, illetve ezekből a fiatal harcosokból létrejövő családok költöznek át erre a területre, és ők alakítják meg a szarmata királyságot, vagy területet, fejedelmiséget, nem is tudom, hogy ezt tudjuk. Tehát ez az első történetünk, ahol konkrétan lehet arról beszélni, hogy itt nők harcolnak. És itt is látjuk azt, hogy kényszerűségből folyamodnak az, hogy harcolnak. Következő Amazon történetünk. Illetve mielőtt a következő Amazon történetről beszélnék, ez is egy tárgyi bizonyíték, tehát ez egy szobor. Egy torzó szobor. Itt fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ugye a bevezetőben beszéltem arról, hogy
Mind a görög történetírók, mind egyéb leírók, hiszen nem csak a görögök találkoztak a madonokkal, beszélnek arról, hogy ezeknek a harcos nőknek fél kedvük vagy mellük volt, nevezik inkább kebelnek, agyai kebelnek. Fél mellük volt, mert állítólag zavarta őket az íjászatban, stb. Stb. Ezt többféleképpen írják le, egyrészt már pici gyerekkorukban tízes vassal kiégették az emlők, másrészt pedig felnőtt korukban vágták le. Hát ez elég csúnyán hangzik számomra is, mert hát nagyon brutális beavatkozás az anyatermészetben. Ami számomra feltűnő, és ezen a képen is jól látható, hogy az összes ábrázoláson minden hölgynek két keble van, bocsánat. Tehát nem tudja nyörködni. Elnézést, ezt nem lehet kihagyni, mert valóban legendásan szépek voltak az amazon királyok. Tehát itt kiemelném a lovagló tudását ennek a hölgynek. Tehát én magam is a Pilisben lettem jó lovas, ott muszáj jó lovasnak lenni, mert az ember nem marad életben. És maga ez a mozdulat, amit látunk, tehát egyrészt felhívnám a figyelmet, hogy én legalábbis úgy látom, hogy nincs nyereg a lovon, se kantár, se kenyér. Tehát aki ült már lovon, az tudja, hogy ezek nincs segítsége. Persze kantárban kenyere, nyerege lovagolni sokkal, sokkal jobb lovagolni, mert rengeteg segítséget ad. De ez nagyon nagy lovagos tudás igényel azt, hogyha valaki szőrénél üli meg a lovat. Ráadásul itt egy ágaskodó mozdulatot látunk. Tehát én azt gondolom, hogy aki már lovagot, az próbáljon már meg szőrén ágaskodni. Megpróbálhatja, csak maradjon is ajta. Miután a ló visszatér a normál helyzetben. Tehát kiváló lovasok voltak. Ezt az előző történet illusztrálására is szeretném, amit mondtam, hogy ott legelésző lócsordákat láttak, és hát felültek rájuk. Gyönyörűen látszik a láttartás, hogy jön az alsó látszat. Igen, ezek a történetírók, igen, nagyon jó a egyensúly érzékük. A másik az, hogy minden esetben leírták, hogy dúskebbiek és hosszú combok voltak. Elnézést kérek a hölgyektől, ez dicséret. Gyönyörűen volt. Ez szintén az Emberek Aranyban kiállításnak az egyik rekonstruált képe. Egy teljesen felfelszámozott lovat látunk, tehát itt valóban van nyerek, kantár, egyebek, sőt farci dísz is van, a lónak a fején egy bértezet, egyébként. És hát persze ezek általában aranyfémmel voltak feldíszítve. Az amazonok fegyverzetéről szeretnék egy pár szót mondani. Először is, amit most látunk, ez egy pajzs. Az a neve, hogy Hold pajzs. Ha lenne tábla, akkor leírnám a nevét, hogy görögül úgy hangzik, hogy Pelté. Pelté. Különböző jelenteket látunk, hogy az amazon magyarul ezek a harcos nők harcoltak, tehát látunk már a csapabárdot, nagyon fontos, ráadásul általában két élő csapabárdot használtak. Nem tudom, ismerik ezt a fajta fegyvertípust. A krétani mükénei kultúrkorszakban volt elterjedve, tehát ilyen szimmetrikus két balta. Tulajdonképpen egy nyílen. Mert Ápult is ahol általában. Lesz szó róla is, mert ott is van, hogy azon összenek történnek, az ők haditettei között. Természetesen pajzsot használtak, láncsát használtak, kardot, itt látok, és, ahol íjaznak. Ugye ezek mind gyalogos fegyverhasználati módozatok. Nyilván a lovon kevesebbet használtak. Azért inkább a gyalogos harcászatnak volt a védő fegyvertetek. És erre a központi képre hívnám fel a figyelmet, hát ha valaki nem tudja el, vagy kicsit szégyenlősebb, akkor elmondanám, hogy egy olyan női fejet látunk, ami ölt ki a nyelvét. Gondolom, hogy óvodások voltunk, tudtuk, hogy hogy kell csinálni, és nem mutatom meg, hogy egy ilyen. De ez mindenképpen érezzük, hogy egy csúfolódó magatartás ezt tud. Öljetek meg, ha tudtok. Tehát szerintem körülbelül ez a üzenete vagy jelentése ennek a pajzsnak. Gondoljuk fel, ott áll több száz amazon kapik felfegyverezés, mindegyik ezt üzent az ellenségnek. Tessék itt vagyunk, hogy ezeket nem tudtok, nem adjuk olcsón az életünket. Következő amazon történetünk a Trója városához kapcsolódik. Ez a kép, amit látunk, ez egy rekonstrukció, tehát egy grafikai vagy festészeti hogy mondják a rekonstrukciót magyarul? Kénytelen vagyok magyarul beszélni, nem szeretek.
Sajnos van egy-két frakció, amit még nem tudom helyesen magyarul mondani. Tehát megpróbálták a talált régészeti alapfalak meg táj alapján ábrázolni, vagy maradjunk az ábrázolásnál. Tehát a rekonstruálásban benne van, ugye a re az azt jelenti, hogy újra, tehát újra éleszted. Hát ez nincs megépítve, nyilván készültek makettel, de valahogy így, maradjunk annyiba, hogy valahogy így nézhetett ki Trója város. A Trója város azért volt fontos, itt a határterületre, mindjárt mutatom a feladatok kérdését, mert ezen a részben találták meg Tróját. Egyébként a fókai térképeken is nincs valakinek egy ilyen mutató pártás. Egy szervizel, a hosszú szervizel. Dobberő nem jó. Dehogy nem. Kérek egy dobberő. Nem, a dobberő jó lesz. Majd úgy fogom kezdeni, mint a lóhajtó pálcát, ugye? Van, aki azt mondja, hogy a dobomalom van, nem akarok idézni. Én meg azt mondom, hogy ha a dobberő, az meg a lóhajtó pálca, így szerintem ezt tudom. Tehát Trója város az itt található, tehát nagyon fontos határterület, azért, mert itt van a bejárata a Fekete-tengernek, és amúgy is földközi, vagy szárazföldi kereskedelmi útvonalaknak nyilván a középpontja volt, tehát egyfajta ellenőrző szerepet is biztosított az út lakók számára. Hát ezt támadják meg a görögök, ugye ki miatt, ki tudja, hogy miatt, volt egy nagyon komoly szerelmi viszony. Heléna, majd mondom, hogy ki ez a Heléna. Csak most azért, hogy el tudjuk helyezni térben és időben, valaki meg tudja mondani, hogy mikor volt a trójai háború, mert rengeteget beszélünk a trójai háború, mert rengeteget tudunk, csak nagyon kevés ember tudja, hogy pontosan mikor volt. Időben nagyon fontos elhelyezni. Időszámítás előtti 12. században volt a trójai háború. Ugye tudjuk, hogy 10 évig tartott, valahogy nem tudták befejezni. Tehát se elfoglalni nem tudták ezt a nagyon jól kiépített és megerősített várat, vagy várost, ahogy ott ábrázolásban látjuk, se elmenni nem volt arcuk. Ugye az alaptörténet arról szól, hogy Párizs nevű férfi az elviszi magával ezt a Helénát, és hát miatta támadják meg a görögök. Egyébként maga Homérosz is leírja, hogy itt azért sokkal többről volt szó. Tehát nem csak egy nő miatt mentek oda. Tehát gyakorlatilag az egész görög városállamoknak a teljes fegyverzete ott megjelent ott hajókkal. Tehát nyilván ez a kereskedelmi ellenőrzési terület kellett nekik, és Kis-Ázsiát felé szerettek volna nyitni. Na hát ez a következő helyszínünk, és ennek a trójai történetnek van egy olyan folytatása, ami kevésbé ismert, nem olyan közismert. Tehát ugye az Odysseus gondolatkör az arról szól, hogy 10 év csatározás és harc után egyszerűen Odysseus kénytelen az istenek segítségét igénybe venni és csellel bevenni a várat, mert nem bírnak el. Azonban még mielőtt Odysseus idáig jut, hogy trükközni kell, van ott egy szereplő, akihez kapcsolódik ez a bizonyos avazon történetünk. Már is mondom most. Konflikt adatokat. Tehát a szerző, akinek a tollában fennmaradtak ezek a feljegyzések, azért mondom, hogy inkább Homéroszt ismerjük. Az iskolában is tanítják. Ezt a szerzőt úgy hívják, hogy Quintus Mirneus, és a Posthomerika című művébe jegyzi le ezt a történetet. Achilleus a főszereplője, a férfi főszereplője. Achilleusra annyit érdemes tudni, hogy női papnő, tehát beavatott papnő volt az édesanyja, egyébként abban az időben rengeteg papnő volt, meg rengeteg beavató hely volt. Tehát most nem fogok arról beszélni, hogy nem csak a Szita területeken voltak amazonok, mondjuk például Líbiában, például a később felfedezett Amerikában az Amazonas folyót, azt egy olyan harcos királynőségről nevezték el, akik ott éltek, ott voltak a környéken. Tehát abban az időben, az ókorban rengeteg női misztérium hely volt. Tehát a női istenségnek a kultusza és az őt megjelenítő papnőknek nagyon nagy becsülete volt és elég elterjedt volt. Tehát nem csak a szkítáknál, azért mondom, hogy magának Achilleusnak az édesanyja is beavatott papnő volt, és amikor Achilleus megszületik, akkor az istenek tanácsára
egy olyan vízbe, folyó vízbe, élő vízbe mártja, ami sebezhetetlenséget ad, aki leúsznak, és ez úgy teszi meg, hogy a sarkánál fogva mártja bele ebbe a vízbe. Tehát innentől kezdve Achilleus fegyvernek fogja. Achilleusnak az a tragédiája tulajdonképpen, hogy elmegy kénytelen kelleten a trójai háborúba, de erre az időre, amikor ez az esemény zajlik, történik, már teljesen megcsömörlött a gyilkolástól. Tehát gondoljunk el egy olyan állapotot, hogyha elmegy csatába egy párviadalba, akkor győzni fog és csak vér ömlik ki a keze nyomán, mert őt nem tudják megölni. Tehát tulajdonképpen nem halhatatlanság, de valami olyasmi, hogy Achilleusnak már teljesen elege van az egész vérontásban. 10 éven keresztül gondoljuk el, mennyi csata, meg mennyi ostrom lehetett, és mindegyik hasztalom volt a görögök számára, egyedül Achilleus aratott győzelmeket, de hát ez nem járt a város belépésére. Az egyik ilyen legutolsó cselekedete Achilleusnak, amikor úgymond kimegy nála a biztosíték, egyébként ő szétherőne, és ez egy görög ábrázolás. Ha valaki nem tudná a teljes nevét, akkor úgy hívják, illetve nem is őt hívják így, hanem az édesapját, hogy Helena Mindaraos. Tehát ha valaki ismeri például Magyar Adorjának a magyar mitológiát, hogy gyönyörűen leírod a Kárpát-medencében, két olyan helyszín is megvolt még a közelmúltban, tehát 500 évvel ezelőtt, ahol Tündér Ilonának, hiszen róla van szó, a kultusza, vagy a néphagyomány, amit teljesen visszében megtalálható volt. Az egyik az a Rába köz, a másik pedig a Vodrok köz, ahol például pár évvel ezelőtt elhagyom Emma néninek a meséléből ismerjük a Tündér Ilona hagyományát. Tehát róla van szó, egy gyönyörű nő látjuk, alabáston a paradban. Tehát róla szól a trójai háború, legalábbis ő a egyik oka. Tehát ez a vázakép, ez szintén egy görög vázakép, ez azt a jelenetet ábrázolja, amikor Achilleus megküzd Hektorral, illetve bocsánat, tehát a teljes történethez hozzátartozik az is, hogy Achilleus ebben az időben teljesen megcsömörlött a harctól, visszavonult a saját sátába, és már arra készül, hogy felpakol a hajóira az embereivel, és elhagyja a trónai hadszínteret, mert annyira elege van a vérontásból, és ez az a pillanat, amikor Achilleusnak van egy barátja, aki titokban magára ölti Achilleusnak a fegyverzetét, Achilleus tudta nélkül, és kihívja Páviadalra Hektort. Tehát Hektor volt Párizs királyfira, a testvére, aki egy harcos ember volt. Párizs ő a szerelmes volt, aki a hálószobába éppen tette a dolgát Helénával. A szerelem oltárán áldozta, kell így fogalmazni. Tehát mondanom se kell, hogy ebben a párviadalban Hektor, aki bal oldalon látható, látjuk azt a madaras pajzsot a kezében, a másik az az atén harci elvény, vagy nemzetség elvény. Tehát Hektor természetesen Achilleus barátját megöli ebben a párviadalban. Most ez az a pillanat, amikor először megy ki a biztosíték, úgymond Achilleusnál, hogy ő másnap, amikor a tudomására jut ez a párbaj, hogy az ő fegyverzetébe meghal a barátja, és Hektor volt az, aki megölte, akkor Hektort kihívja párviadalra, tehát visszatér Achilleus a csatatérre, és ő öli meg Hektort. Ráadásul annyira ki van akadva, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, annyira ki van kelve magából Achilleus, hogy Hektornak a holttestét megbecsteléti. Tehát lábánál fogva hozzáköti a harci kocsijához is, többször körülhorszolja a trójai a szemen hátára a vár körül, és mindenki teljesen ki van akadva, még az istenek is. Ez a kép ez azt ábrázolja, amikor Hektornak az édesapja, Priamos király titokban éjszaka meglátogatja Achilleus, és elkéri a fiának Hektornak a holttestét. Egyébként láthatjuk ezt a köveget, vagy csöveget, ami jellegzetes szíta, sapka minőség. Egyébként ez a dombornő, ez már római munka. Tehát valószínűleg még a rómaiak is tisztában voltak az ötlete a szítát, hogy összeszed. Nem csak a görög időtől. Tehát ez egy később, lehet, hogy másolat, vagy lehet, hogy eredeti római munka. Tehát egy nagyon drámai pillanat, egy nagyon feszült pillanat ez a trójai háborúnak.
Természetesen Achilleus kiadja Hektornak a holttestét az édesapjának, és a gyász napjait éli mind az ostromlók, mind a bárbeliek, és ez az a pillanat, amikor belépnek az amazonok a képbe. Tehát itt jön Quintus Milneusnak a története, ahol is arról tudósít bennünket, hogy egy Penthesilea nevezetű amazon királynő, aki a szomszédos Termodon folyó környékéről érkezett, viszont a térképbe. Tehát, hogy az előbb mutattam, hogy itt van Trója városa, hoppá, és itt van a Termodon folyó, tehát nem messze Trójától van ez az amazon királynőség. Tehát innen érkezik meg Penthesilea a királynő, elég számos vagy népes hadseregével, mindegyik hölgy és mindegyik talpi fel van fegyverezve. Tehát Quintus Milneus nagyon keresetlen szavakkal egyszerűen csak úgy írja le ezt a hadsereget, hogy nagyszerű volt, mármint a Penthesilea királynő, mint a hajna a bír királynője. Tehát képzeljük el ebbe a talpi arany páncélzatban. A trójaiak azok nagyon nagy örvendezéssel fogadják a felmentő sereget, vagy a segítő sereget. Másnap tovább folytatódik az ostrom, azonban azon az éjszakán, amikor megérkeznek, akkor Penthesileának egy álma van, és hát természetesen tudni kell, hogy ez a Quintus Milneus, ha jól tudom, görög ember volt, tehát ő úgy írja le, hogy Pallas Athéni istennő jelenik meg Penthesileának álmában, és győzelmet ígér neki. Most Pallas Athéni azért fontos, mert a görögöknek és Athén városának a védőistene, védőszentje, anya istennő mindensége. Azt írja a görög mitológia róla, hogy édesapjának, Zeusnak a fejéből pattan ki teljes fegyverzetben. Tehát érdekes, hogy itt az egymás mellett élő görögök és szkíták, azok hasonló istenekkel találkoztak. És azért is érdekes, mert itt is persze aranyfegyverzet ábrázolják. Természetesen érzékeljük, hogy ez egy mai modern művészeti megfogalmazása van az istennőnek. Tehát ez az istennő jelenik meg Penthesileának, és győzelmet ígér a következő csatákban. Hát a következő nap természetesen kivel akad szembe Penthesilea a királynő, Achilleusszal, ott van felülírva a neve is, abban a betűkkel. Tehát ha valaki tudom, ókörögből, akkor szépen el lehet olvasni. Látjuk ezt a jellegzetesen inkább szarmatának mondható pigmentációs fegyverzetet. Itt van ugye ez a gyalogos pajzs, lángyalásható, nyilván kardot is használtak. Tehát egy olyan párviadalnak vagyunk itt a tanúi, Quintus Milneus tollából, ami a elkeseredett, immáron elkeseredett és feldövödött Achilleus lenéptárolja, illetve nem csak ő, hanem a görög harcosok is a várat védő, Tróját védő amazonokat egy az egyik lenéptárolják a este leszálltára, és ekkor történik Achilleusnak úgymond a második biztosíték kimenetele, ami jellemző a görög férfiakra. Tehát szinte ugyanaz az esemény ismétlődik meg, ami a legelésző lócsordákat befogó amazonoknál, hogy este derül ki, hogy ők nők tulajdonképpen. Tehát maga Achilleus is, amikor már halálosan megsebesíti ezt a harcost, akivel párviadalt vív, és leveszi a sisakját, akkor látja, hogy nő. Ráadásul, amit lát az, hogy egy gyönyörű nő, és Achilleusnak, amilyen vadszíva van, egyből bele is szeret. És ezt az eseményt, vagy ezt az állapotot, hogy úgy kell találkozni élete nagy szerelmével, hogy itt megölte, illetve halálosan megsebezte, ott hal meg a kezei között ez a gyönyörű nő, ez a gyönyörű királynő. Tehát ettől Achilleus annyira depresszióba esik, hogy bezárkózik a sátrába, hetekig nem lehet vele beszélni, orbámorba folytja a bánatát, az egyik szolgálat, aki bemegy hozzá, azt agyoncsapja, tehát egyszerűen nem tud magához férni Achilleus, és ezek után történik az esemény sor, ami abba torkolik, hogy hát nem bírnak Trója városával, és ott összehozza, hogy említettem, hogy Istenek segítségével cserhez folyamodik, hogy beviszik a trójai falokat a városba, Trója városát felgyújtják, és Achilleus ekkor hal meg. Mégpedig úgy hal meg, hogy egy íjászod a sarkánál megsebesíti.
Tehát ez most nincs részleted, hogy honnan tudod, de az elmúlt előadásomban nemrég tartottam erről a másik helyszínen előadást. Valaki megtudta, hogy ez a díjász honnan tudta, hogy hova kell lőni. Egy, kettő. Hogy lehet belehalni abba, hogyha valakinek elvált, hogy belelőnek a sarkába? Elvérzik, vérmérgezés, stb. Nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy befejeződött artilleri küldetése. Jó, tehát ő fentezi le, aki egy ilyen Amazon királynő. Több ábrázolása is van ennek a jelenetnek, itt is azt a pillanatot látjuk, amikor éppen a halálos döntést adja meg. Érdekessége azért ezeknek az ábrázolásoknak, hogy felismerhetően női szereplőről van szó, nyilván azért, mert ezeknél egész alapos vázaképeknél fontos az, hogy nem szöveggel ábrázolnak a történetet, hanem magával a jelenettel, de ez mit sem volna a jelenetnek a szépségéből, meg a drámaiságából is, tehát nem szedett sisakban látszik a királynőt. Van még jó néhány ábrázolás ebből a témakörből, ez is az. Hát eléggé brutális az Achilleus, láthatjuk ezt a bizonyos oroszlánbőrt is ott éppen liter rajta. A hosszú szorgóságra is felhívnám a férfiak figyelmére, és itt is azért látszik, hogy a női arca van, tehát nem szedett sisakban van fentetére. Tehát ez volt a második Amazon történet, amit szerettem volna bemutatni, és akkor nézzünk egy harmadikat is még. Hát ez tulajdonképpen, ahogy én találtam az ókorban, erről nincs képen, de ez tulajdonképpen az, úgymond az utolsó felbukkanása az Amazonoknak, ez pedig Nagy Sándor idejében történik. Nagy Sándor, tudjuk, hogy időszámítás előtti 3. században élte rövidke életét, ami egy nagy fény, karrier, pályafutás volt. Visszamegyünk a térképhez. Tehát tudjuk azt Nagy Sándorról, hogy Görögországból kiindulva egészen Indiáig jutott az expedíciós hadseregével, és természetesen végig Szkíta határterületeken verekedte keresztül magát szó szerint, aztán 30 éves korában meg a maláriába állítólag. Rossz nyelvek szerint másban. Lényeg az, hogy van egy olyan leírás vele kapcsolatban, és akkor mindjárt mondom a neveket, hogy Nagy Sándor az éppen ott tartózkodott az egyik ilyen Szkíta határterületen, mégpedig a Kaszpi-tenger partján, ez mi az idéli oldalán, ahol ott táborozott, amikor is a szomszédos Termozon folyó menti országból Amazonok látogatják meg. Tehát az előbb jutottam, hogy szomszédos Termozon, itt van, ez ugyanaz a Termozon folyó, ami a folyai történetre pár száz évvel korábban is már helyszín volt. Tehát innen látogatják meg Amazonok, és le van jegyezve ennek a Amazon csapatnak a vezetőjének a neve, és úgy hívták, hogy Talestis, mert nyilván ezek görög leírt nevek és görög olvashatók. Tehát Talestis királynő látogatja meg, akiről azt írja a történetírunk, hogy gyönyörű asztony volt, ő látogatja meg Nagy Sándor. A küldöttséget fogadja Nagy Sándor, ugye az előrsöt, és megkéri az egész Amazon sereget, hogy adják elő a kívánságukat, hát ezek az Amazon királynak, ezek teljesen magától értetődés, maga biztosan azt szeretnék kérni Nagy Sándortól, hogy ajándékozza meg őket utódokkal. Hát ezek után ott tartózkodnak, hogy közel egy hónapig Nagy Sándor táborában ezek az Amazonok. Talestis királynő megígéri majd, hogy a születendő gyermek, hogyha fiú, akkor visszaküldik az apjának, a lány akkor megtartják Amazonnak. Erről is ugye sok legenda kering, hogy az Amazonok azok a fiú gyerekeket megölték. Tehát ez a negatív olvasat. A pozitív olvasat azt hiszem, hogy ez volt, és ez ennek köszönhető, vagy ezzel magyarázható az, hogy ezek az Amazon királynőségek akár több generáción keresztül is fennmaradtak. Ugye, hogy általában ezeken a tavaszi termékenység ünnepeken a szomszéd területeken élő fiatal férfiakkal együtt töltötték ezt az időszakot, és a fogadás és a szülés után a fiú gyerekeket visszaküldték az apjuknak, ők pedig a lányoknak felnevelték.
Tehát az ókorban, ebben az időben, tehát ez az időszámítások előtti harmadik, negyedik század, úgy tűnik, mintha az amazonok eltűnnének, vagy visszahúzódnának, aztán következő felbukkanások az kicsit később zajlik, megpróbál képet keresztül hozzám. Tehát közel 1000 esztendő telik el, hát igen, nem sikerül. Valamiért a pendrive-hoz. Hát tegnap este felraktam egy képet a pendrive-hoz, nem baj, elmondom, szerintem mindenki ismeri, legalábbis bízom benne, hogy mind Szántai Lajos, mind pedig Molnári Jóska bácsi vagy Pap Gábor előadásából ismerős a Szent László legenda. A Szent László legenda pedig a képi feldolgozása. Ugye ismerjük ezeket a szalagszerű képeket, ahol különböző jelenetek, mint egy diakocka sorban vannak ábrázolva, és hát megvannak a képes krónika irodalomból a szöveges leírások is ezekről a jelenetekhez. Ezek a jelenetek általában a Kárpát-medencének a határvidékén mai napig meglévő templomokban maradtak fenn, ugyanis Szent László királyt ezeken a területeken határőrvédőnek tartják mai napig is, határőrvédő szemnek. És rendőről arról számolnak be ezek a jelentek, hogy a Szent László király a határon hogyan állította meg a betolakodókat. Például a hunokat, akik egy bizonyos időben, amikor megtámadták a magyar királyságot, akkor egy csatában Szent László király arra lett figyelmes, hogy az egyik hun harcos, az egy nőt próbál meg elrabolni, ugye elragadja magával, feldobja a nyerekbe és eliromolik vele. Szent László királyunk a lovag király, ugye, aki a boldogasszonynak a lovagja, oltalmazója is egyben, utána iramodik, azonban a történetnek egy nagyon érdekes szerkezete van, mert a lovak nem érik utol egymást, illetve róval nem tudja utolérni a kunnak a lovasát, mintha a lovak olyan egyenrangot lennék. Tehát nem tudja utolérni egyik ló a másikat. Ekkor Szent László király oda kiállt a nőnek, akik elraboltak egyébként. Vannak az leírások arra is, hogy utalások a képes krónikában. Én nem vagyok ennek szakértője, hogy ez a váradi püspöknek a lánya volt. Egyrészt, másrészt tudjuk Szent László királyról magáról is, hogy ő több felesége volt. Tehát van ennek egy, valószínű lehet egy mélyebb háttere is ennek a nőmenekítésnek. Oda kiállt a hölgynek, vagy a lánynak, vagy a nőnek, hogy hugom, hallod, hogy mit mondok? Igen, hallom, mondja. Azt mondja, következőt kérem tőled, ragadd meg a lovasnak az övét, és ránsd le a nyeregről. Hát ha valaki már lova volt, itt már beszéltem arról, hogy én lova voltam, de mondjuk a iramodó ló, amit úgy vártat, az a 40-60 km sebessége szágod, ráadásul különböző terepviszonyok között. Jó, megterhelt két emberrel ló, az is legalább 40-50 km-re szágod. A hölgy pedig visszakiált, hogy jó, hát akkor csinálom. Megragadja a kun harcosnak az övét, és lerántja a lóról. Hát a becsapódás az körül bajban lehetett, mint az én velem is történt egyedül számtalan esetben, ott a Pilis rengetegében. Én túléltem általában, hát a kun vitézis és maga a hölgy is túléli, és ekkor jön a folytatása a történetnek. A következő jelenetben azt látjuk, ha fel tudjuk idézni ezt a képsort, tényleg nem értem a pentájot, mert tegnap este felraktam ezt a képet. Tehát azt látjuk a következő képsorban, hogy birkóznak egymással. Nyilván volt ott egy kis karcsörgés is, de a következő jelent az, hogy birkóznak, és a hölgy ott a kép sarkában úgymond türelmesen vár. Ugye a hölgyekre jellemző, egyébként azt szokták mondani, hogy mindig a nők választanak, másrészt a nők valamikor csak várnak, hölgyek egy képen. De most mi lesz? Igen. Na most időtlen ez a kép, és maga a szöveges leírás is azt írja, hogy hát ezek nem bírnak magukkal. Tehát a történet első részében a lovak nem bírnak egymással. Szent László lova nem tudja utolérni ennek a kun harcosnak a lovát. Ez a birkózásos jelenet számomra úgy tűnik, mintha táncikálnának. Hát két férfi táncol, az elég furcsa. Mostanában sajnos már nem, de a hölgy az egy darabig, hogy türelmesen vár, néz, és hát itt jön a döntő árulkodó jelenet, hogy egy amazonról van szó, vagy legalábbis egy olyan nőről, aki tud harcolni, ha kell, akkor jönni is.
Tehát a jelenetnek a lezáró része, vagy megoldó részét ez a nő hozza meg. És következőt látjuk, hogy elhangzott már ez a két év bár. Tehát ezeken az ábrázolásokon azt a bárdot használja, ez a harcos nő, amivel Szent Lászlót is ábrázolják, tehát ez a két év csak a bár. Tehát ezzel oda megy a kun harcoshoz, és hol vágja meg, pontosan a sarkán, az Achillesziát. Nyilván megsebesítésük a Szent László befejezi ezt a döntést, elvarja a szálakat. Ezek után az ábrázolásokon vannak a jelenetek, hogy Szent László király sebesülten a hölgynek a ölében nyugszik, ott nyilván gyógyítják, stb. Stb. Aztán van a többi rész, ami arról szól, hogy hát tovább esetik maradt. Na, tehát a magyar királyságon belül, ugye ezek voltak az ókori két a magyar királynak, a magyar királyságon belül a Szent László legendán belül megjelenik egy pillanat egy amazon, megmutatja magát, köszönöm szépen, van. Aztán megint egy kis tünet következik itt a skita vonulatban, és hát beszélnék egy olyan külföldi amazonról, aki ugye nem lett soha királynő, de lovag lett belőle, próbálok egy nyitás. Ráismerünk azért nagyjából, hogy ki lehet ez? Tehát nem magyar. Francia. Francia. Tudnálok, hogy érdezik meg. Segíteni? Tehát amennyire azért is érdemes, mert nagyon szép a gépi ábrázolás. Tehát John Dalton az annyit érdemes tudni, hogy francia királyság területén ért, ő parasztlány volt, aztán egyszer csak megmondta azt, hogy itt a férfiak nem tudnak dűlőre jutni, ugyanis... Köszönöm szépen, gyönyörű. Tehát az a keret történet, hogy az angolok parasztlányra francia országban megtámadják a francia királyságot, és a franciák nem bírják ki a kívülőket. Tehát már elég hosszú ideje zajlik ezt, hogy ott a franciákat... Nem mondom, hogy nem bírnak, de tulajdonképpen nem bírnak a rangolokkal. A francia királyt nem tudják megkoronázni, tehát egy ilyen légüres tér alakul ki. És akkor történik az, hogy ez a Mézsa Andal kunk, ez megmondja, mint az, akár a Szent László jelenben lévő zöld, hogy egy darabig állott oldalt kardot, ez kézzel, és azt mondja, hogy na, most már eltöntjük. És ekkor lép színre Jean d'Arc, aki hangsúlyozza, hogy király nem lesz, de lovaggá lett. Tehát először azt hitték, hogy egy férfi olyan kiválóan harcol, és rendre megnyeri az összes csatát az angolok ellen, keresztül viszi, hogy a francia királyt megkoronázzák, stb. Természetesen ezek után hát az történik, hogy mind a francia királyság, mind pedig az angoloknak kezd elege lenni Jean d'Arcból. Hát ilyen a nyugati világ. Nálunk az amazonokat azért próbáljuk minden inkább hagyatban tartani. Ők egy idő után megunják, és hát van egy bizonyos jelenet az életében Jeannának, amikor úgymond a francia katonák magára hagyják, hogy cserben hagyják egy csatában, és az angolok elfogják, és az angol vízkivízkival keresztül is megégetik Jeannakot. Ilyenkor sokás egyből szízni Vatikánt, én mindig mentem Vatikánt, ez az anglikán egyház, tehát az anglikán egyházban is elég sok nőt megégetett abban az időben, de minden esetre, ha megvizsgáljuk Jean d'Arcnak az életét, a Isten élményét, stb. Tehát mindenképpen egy főső ideálért ragadott ő is fegyvert, és elég sikeres volt. Azt, hogy az életén ilyet véget, azt a portásai módot, de ami küldetése volt, azt beteljesítette Jean d'Arcnak, úgy gondolom, és eléggé ráillenek ezek a amazon jellemvonások. Tovább mennénk, és hát ismét a magyar történetben vagyok, két példát szeretnék említeni, ez egyik a egri nőknek a példája. Egyébként nem csak az egri nők voltak ilyen harciasok, amikor arról volt szó, hogy a törökkel már nem bírnak a fogyatkozóban lévő. Tehát ugye látjuk, hogy amikor a magyar vagy kita harcosok kevesen vannak, vagy épp nincsenek otthon, vagy éppen már sebesülten elvérzenek, na akkor belépnek a sorfalba a magyar nők. Ki volt karda, a gulyáslevessel, olvasztott turokkal, kőtömbökkel, stb. És apítják a törököt. Hát a török nagyon sokszor fejlesztetlen menekült, mert hát ha jól tudom, az iszlámban azért elég nagy szégyen. De szerintem nem csak az iszlámban, egy nő keze által meghalni az elég. Hogy is mondjam. Tehát egy férfi
Férfik ezáltal meghalni csatába, talán még a bal hallába is, hogy hova juthat a harcos, de ha egy nő öli meg, hát ott szerintem szégyen is találja. Tehát ezzel a képpel szeretnék emléket állítani a egri hősnőknek, harcosnőknek, amazon királynőknek, illetve nem királynők, amazon harcosoknak, akiket Székely Bertalan is megelevenített, vagy megörökített. Tehát rengeteg ilyen történet maradt még fenn, ahol a nők a kényszerűség úgy hozta, hogy kiváló harcosok is voltak, mint az anya oroszlán. Következő magyar, általam ismert magyar történelemből Amazon, hát ő sem volt királynő, de fejedelemnő mindenképpen. Tehát első Rákóczi Ferenc feleségéről van szó, aki férje Polari halála után találkozik Kököly Imrével, és a Rákóczi árvákkal a Habsburg zsoldos hadsereg elől betártózik Munkács várába, és másfél éven keresztül tartja a várat. Jellemző az amazonokra, hogy a várat soha nem foglalják el, alkúval zárul ez az ostrom. Tehát ez a festmény is ezt ábrázolja, amikor a Habsburg császár előtt Grignion megtarthatja a vagyonát, illetve a zárolját a örökösök javára, tehát a kisebbik fiú, ő második Rákóczi Ferenc, és van neki egy lánytestvére is. Hát így kerülnek úgymond felügyelet alá, hogy Bécsi környéki fogságban zajlik, történik minden, mindaddig, amit Kököly Imre későbbi hadjáratai során elnök fog több Habsburg generálist, és hát az első szóval Kököly Imrének, hogy jó, akkor az első generális az megcserélődni Nyitodánért, következően pedig Bárcsárdi, amikor tovább tenyeztetjük a magyar szabadságharcokat. Egyébként Drinyi Ronáról annyit érdemes, ha már beszéltem egyrészt Széthelyénáról, másik Fürgér Ronáról, hogy hát Drinyi Ronának a korabeli neve az volt, hogy Helena Drin, nem tudom rájöttünk, de. Tehát itt is egy ironaság jelen van. Tehát van ilyen szóbeszéd, mai szófordulattal úgymond állunk, urbánus legend a Habsburg császáról, hogy elég volt a jelenlétében a Helena Drininek a nevét kiejteni, már három orvos kellett hívni, mert olyan drogomai voltak a bécsi császárnak. Én gondolom, hogy nem ok nélkül. Tehát Drinyi Rona, mint egyik utolsó általam ismert amazon, fejedelem nő, nem királynő. És hát végezetül egy olyan képet hoztam, ami már a 19. század fordulójának a világából származik, ez a szecessziónak az időszaka. Egy olyan festőművész műalkotása, akinek a közismertség által általában hölgyeket ábrázolt, például Moulin Rouge jelenetek egyebek. Gustav Klimtről van szó, bizonyára ismerjük ezeket a Brunner képeit. Tehát az ő ábrázolását látjuk, én azt gondolom, hogy ezen a képen az amazonoknak, vagy amazonságnak minden jellegzetességet harci fegyverzete megjelenik. Kezdeném a teljes fejes sisakkal, amiből nem látszik, hogy férfiről vagy nőről van szó. Egyébként így is látszik, hogy egy gyönyörű arcról van szó. Ez a bizonyos Vitkei Pánkér, ez a szarmatákat idézi, látható ez a láncsa. Hasonló ez az aranyalmas felül, vagy földön felül, aminek a jelentését én sem tudom, de ha visszalapoznék a Pallas Athéné királynőnek a görög ábrázolására, ugyanez van ott a mi istenségnek a kezében. És hát középen ugyanez a jelkét látható, ami a Amazon pajzs elkének a közepén, ez a nyelvöltögető ábrázolás lenne, és természetesen látható a felirat is, hogy ez Pallas Athéné. De számomra a görög pallatat élni felidézi a két amazon királynőket, hősnőket is, és hát ilyen módon mondjuk szerintem ez egy nagyon jó ábrázolás. Úgyhogy köszönöm szépen az egyik figyelmet, türelmet. Ha lenne hozzá bátorságom, akkor egy nyelvöltésre mondatot. Akkor csinálnánk egy kis mihenést,